Márciusban rakták le az alapkövét az új görög katolikus bölcsődének Nyírbátorban. A közel 600 millió forintos beruházás elindítása mellett számos nagy fejlesztésbe fogtak önkormányzati, kormányzati, valamint EU-s forrásokból. A polgármester májusban azt mondta, önmagában a Báthory István Múzeum felújítása több milliárd forintba kerül, de a papokréti sétány és a lovarda is mintegy 300 millió forintból tud megújulni. A sárkány wellness és gyógyfürdő ugyancsak a város egyik legnépszerűbb turisztikai eleme, amely a szabadidős programok mellett meghatározó szerepet játszik a Város Sportegyesületei és a gyógyvizes kezelések révén. Az elszabadult energiaárak miatt azonban várhatóan januártól húsvétig zárva lesz a nagyközönség számára. A nyírbátori gyógyfürdő az a helyi lakosoknak és a térségben élőknek vagy ingyenesen, vagy kedvezményesen biztosít gyógykezelési lehetőséget. Ezt mindenképpen szeretnénk megtartani, mert az egészség védelme az független az energiaválságtól. A másik pedig, hogy nagyon sikeres úszóegyesületeink vannak, akik korosztályos, országos csúccsal, világranglista eredményeket súrolva most már egyre jobb és jobb eredményeket érnek el, és nem szeretnénk ezt a több éves, most már évtizedes munkát, hogyha kikerülne abból kifolyólag, hogy be kell zárnunk akár csak hónapokig a fürdőt. Úgyhogy folyamatosan egyeztetünk, hogy milyen feltételek mellett tudna az úszás, az edzés megmaradni. Az egészen biztos, hogy maga a turisztikai szolgáltatás része, az január, február és még várhatóan március hónapban is bezár. Azon dolgozunk most a kollégákkal, hogy még húsvét előtt egy átalakítást követően hogyan tudunk kinyitni. Nem csak a fürdő korszerűsítése a cél, számos energetikai fejlesztésre irányuló pályázat vár elbírálásra, illetve ahogyan azt már nyáron is látni lehetett, 1 350 000 000 forintot már sikerült nyernie Nyírbátornak. A város 2022-ben 10 pályázatot nyújtott be uniós fejlesztésekre, ebből 3 pályázatot bírált el a kormányzat már pozitívan. Ez az a keretösszeg, amiről már nyáron is tudtunk, ez nagyjából 3 pályázatot jelent. Ebben van egy energetika, aminek ma nagyon örülünk, hiszen nyilván ez az egyik legfontosabb kihívás. Itt a Városháza épületének energetikai felújítása szerepel, és az bentlakásos idős otthon. Ezeknek a tervezése már folyamatban van, télen szeretnénk lefolytatni a közbeszerzést, és bízunk benne, hogy tavasszal, nyáron ezek megvalósulnak. A célunk itt alapvetően az, hogy a következő fűtési szezonra ezek az energetikai fejlesztések nyilván megvalósuljanak. A polgármester hozzátette, szeretnék folytatni a lakosság körében népszerű szociális bérlakások bővítését, a csapadékvíz elvezetés kialakítását, valamint az úthálózat fejlesztését. Az ezekhez kapcsolódó pályázatok is elbírálás alatt vannak. A következő év leginkább arról fog szólni, hogy ezeket a projekteket elindítsuk, fogalmazott a polgármester.